5 éve foglalt el helyét igazgatóként a Vosinszky Mór óvodánál Németnyi Szűcs Melitta. Kinevezése lejárt, de van arra lehetőség, hogy meghosszabbítsák, ha a képviselői és a nevelői testület is támogatja. Mi magunk mert teljes mértében meg vagyunk igazgatóasszony munkájával elégedve, úgyhogy mi ezt a nevelőtestületre bíztuk, és nem meglepő módon egyébként teljes egyhangúság volt, és támogatták a pedagógusok a jelenlegi igazgatót. Én azt gondolom, hogy nagyon magas szakmai színvonalon vezeti ezt az óvodai intézmény egységet, ami 5 óvodából és 16 óvodai csoportból áll. Jó az, hogyha a fenntartó meg van elégedve az igazgatóval, de azt gondolom, hogy az is nagyon-nagyon fontos, hogy az ott dolgozók szakmai szempontból is jó vezetőnek tartsák, és ez így is van. A jövőre nézve bizakodva született meg a döntés. A város reméli, hogy az eddigi sikeres esztendőket még több követi. A jelenlegi folyamatosan változó környezetbe fel tudja venni a fonalat. Én azt remélem, hogy mivel 5 év alatt azért már nagyon sok mindenen átesett ez az intézményegység, és nagyon sok szülővel, gyerekkel volt kapcsolata az intézményvezető asszonynak, hogy ez a jövőben sem lesz probléma, úgyhogy minden marad a régiben, és a jelenlegi igazgató lesz 5 évig még az intézményvezetője. Tolna jelenleg is megadja azt az opciót a mözsieknek, hogy a busszal bejáró diákoknak finanszírozza a bérletét. Én azt remélem, hogy ez a jövőben sem lesz másképp, de egy évre minden esetre meghosszabbítottuk ezt a szerződést, tehát azok a gyerekek, akik busszal tudnak bejönni, akár az Ötvös utcai, akár a Széchenyi telephelyre, vagy a központi iskolába, a Bartók Béla utcába, mindenkinek meg fogjuk téríteni a jövőben is a buszbérletet. Én nagyon bízom abban, hogy a gyerekek jól érzik magukat ezekben az iskolákban, és nagyon remélem, hogy a jövőben sem lesz semmi probléma ezzel kapcsolatban. Legközelebb szeptemberben ül össze újra a testület a település aktuális, fontos témáit megvitatni.